A 48 éves Jászladányi férfival szemben a Jászhagkún Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt folytat eljárást. A gyanúsítottnak a korábbi ügye miatt a bíróság előírta, hogy május óta nem hagyhatja el a lakóhelyét. Nem tanult az ellene folyó eljárásból. Maga mellé vett egy 38 éves helyi és egy 51 éves tápiószelei férfit, akik helyette végezték az árubeszerzést és a közel 20 rendszeres fogyasztó kiszolgálását. A Crack Fantázia nevű illegális szer csomagonként 1200 forintos áron értékesítették, majd a bevételt leadták az ötletgazdának. A Jászberényi nyomozók a Tisza Megtó bevetési egységgel közösen ütöttek rajta a trión. Az elfogás és kutatás során több gram kábítószer gyanús anyagot és a kereskedelemhez használt eszközöket foglaltak le. A három férfit előállították a Jászberényi rendőrkapitányságra, majd új pszichoaktív anyaggal visszaélés és büntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket. A banda vezetőjét őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezik.